Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. október 3-án csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Ifjúsági lakótelep 6-os épülete. Mesemondó verseny. Csillagászati előadás. Az ifjúsági lakótelep 6-os épületéről számos híresztelés jelent meg különböző fórumokon. Herceg Zsolt polgármester elmondta, az önkormányzat évek óta meg szerette volna vásárolni az épületet, de ez forrás hiányában elmaradt. Azonban néhány hónappal ezelőtt egy magánbefektető megvásárolta az ingatlant, és célja, hogy felújított formában bérlakásokként szolgáljanak a lakosok számára. Különböző fórumokon többféle híresztelés jelent meg a ifjúsági lakótelep 6-os számú épületével kapcsolatosan. Polgármester úr, erről mit tudná elmondani? Itt állunk az ifjúsági lakótelep 6-os épülete előtt. Az önkormányzatunk 2011-től kezdődően folyamatosan, szinte napjainkig próbálta megszerezni az ingatlant. Ez a főiskola és a tanüzem esetében sikerült is. Többször kaptunk szóbeli ígéretet a Nemzeti Vagyonkezelőtől arra vonatkozólag, hogy ha az összes ingatlant átvesszük, amelynek az egykori vagyonkezelője a Szolnoki Főiskola volt, hiszen ezek állami tulajdonban vannak és voltak is, akkor lehetővé válik az, hogy az önkormányzatunk ingyen megkapja. A szándékunk az az volt évek óta, hogy felújítjuk majd az ingatlant, és bérlakásoknak fogjuk használni. Sajnos aztán egy idő után a Nemzeti Vagyonkezelő megváltoztatta az álláspontját, és csak pénzért lett volna hajlandó eladni az önkormányzatunk részére. Erre nekünk eddig a megelőző években és az idei évben sem volt anyagi lehetőségünk, nem volt betervezve a költségvetésbe, és arra sincs lehetősége az önkormányzatnak, hogy ezt a 16 lakásos épületet felújítsa. De hála Istennek a probléma megoldódni látszik, hiszen néhány hónappal ezelőtt egy magánbefektető megvásárolta, akivel a tegnapi napon is telefonon beszéltem. A szándéka továbbra is az, hogy felújítja az ingatlanokat, és bérlakásként fogja ezeket kiadni. Természetesen azoknak, akik kiveszik, tehát mezőtúri polgárok is lehetnek majd. Ugye, ha ránézünk az épületre is, hogyha bemennénk, akkor látható, hogy évek óta lakatlan, tehát nagyon sokat kell a felújításra rákölteni. A vételárral együtt körülbelül 200 millió forintot minimum rá kellene költenünk, illetve hát a vállalkozónak is rá kell költenie. Tehát erre az önkormányzatunknak nem volt forrása, de hangsúlyozni szeretném, hogy a probléma megoldódik. A tulajdonos arról tájékoztatott, hogy a munkák napokon belül elkezdődnek, a nyílászárók cseréjével a homlokzatot rendbe teszik, és teljes körön az épületet fel fogják újítani. Úgyhogy megnyugtatok minden mezőtúrit, hogy bérlakásként rendelkezésre fog állni a városban élőknek. A héten rendezik meg a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban az országos könyvtári napokat, amelynek keretében hétfőn mesemondó versenyt hirdettek. Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján, a magyar népmesékre is megemlékezve, idén már 13. alkalommal rendezték meg a versenyt. Az országos könyvtári napok keretein belül valósult meg a tegnapi napon egy népmesemondó verseny. Mit tudnál elmondani ennek a részleteiről? Igen, tegnap rendeztük meg. Szeptember 30-a Benedek Eleknek a születésnapja, a nagy mesemondónak a születésnapja, és a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére. Ezen a napon nem csak Benedek Elekre, hanem a magyar népmesére is emlékezünk, és a mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár már 13. alkalommal hirdette meg a mesemondó versenyét Benedek nagyapóra és a magyar népmesékre emlékezve. A versenyre nem csak mezőtúri gyerekeket vártunk, hanem Túrkevéről, Kétpóról és Mesterszállásról is vártuk a mesemondókat és a kísérőiket. 60 gyerkőc jelent meg nálunk, és közülük kellett kiválasztani a legjobbakat. A zsűri külön értékelte az alsó tagozatosok,
alsó tagozatosok között az évfolyamokat, a felsőben viszont egy csoportot csináltunk, és itt szeretném megköszönni a zsűri munkáját, akiknek nem volt könnyű dolga, sok ügyes gyerek közül kiválasztani a legjobbakat. 28 díj került kiosztásra. Korcsoportonként a legjobbakat pedig a mesegálára is meghívtuk. A mesegála is már hagyomány a könyvtárunkban. Mindig a mesemondó verseny utáni vasárnapon szoktuk megrendezni, amelyre meghívjuk a legjobbakat, akik a mesemondó versenyen legjobban teljesítettek, és itt újra előadhatják a meséiket a közönség előtt, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a mesegálánkra, október 6-án vasárnap 13:30-tól. És szeretném megköszönni a mesemondó versenyre még Metzger Krisztinának és az Aktor Kft.-nek a külön díjait, illetve Mezőtúrváros önkormányzatának a támogatását. És akkor még a mesegála után lesz nekünk egy programunk, amelyre szintén mindenkit szeretettel várunk. A mesegála után 3 órakor a Csiga Duó fog nálunk fellépni, ez egy gyermekzenekar, az ovisok szerintem nagyon jól ismerik, mert az óvodában már többször volt, egy vidám, mesés, kis műsorral kedveskednek azoknak, akik eljönnek hozzánk 3 órára vasárnap a könyvtárba. Erre is mindenkit szeretettel várunk. A mesemondó versenyen az értékelésnél milyen szempontokat vett figyelembe a zsűri? Hát mi nem adtunk meg szempontokat, a zsűri tagjai összebeszéltek, és ők döntötték el, hogy milyen szempontok alapján értékelik a csoportjukban levő gyerekeket. Említetted, hogy a gyerekek kaptak külön díjakat is. Milyen díjakat lehetett kapni például az első helyezésnél? Első, második, harmadik helyezett, és külön díj jutalmazás volt. Több külön díjas is lett, mindenki könyvet kapott. Az Országos Könyvtári Napok tematikus hetinek keretében Újlaki Csaba amatőr ismeretterjesztő csillagás kozmológia témakörben tartott előadást október 2-án diákoknak. Az előadáson számos érdekesség hangzott el, amelyről az előadó szívesen számolt be televíziónknak. Az Országos Könyvtári Napok tematikus hetinek keretében látogatott el Újlaki Csaba mezőtúra és egy csillagászati előadással készült. Mit lehet tudni ennek a részleteiről? Szabadon választhattam a témát. Csillagászatról lesz szó. Hangsúlyozottan ismeretterjesztő csillagász vagyok, tehát amatőr csillagász. Rengeteg információt szedek össze könyvekből, különböző internetes forrásokból, és kedvenc témámat választottam már a kozmológiát, az univerzum születését, illetve a párhuzamos univerzum témakörét. Erről nagyon sokat lehet beszélni, viszonylag keveset hallunk róla, én most egy picit kifejtem majd ezt a témát. Lesz szó, úgy látom, a naprendszerről is. Milyen témakörök, altémakörök találhatóak ebben a témában? Igen, a kozmológia, tehát maga a világegyetem egészének megközelítése mindig az alapoktól kezdődik. Tehát innen indulunk el a Földről, aztán kilépünk a naprendszerbe, és utána a csillagközi térbe, a galaxisba és a galaxisok közötti térbe. Tehát először megismerjük a világegyetemet, a körülöttünk lévő világűrt, úgy, ahogy az emberiség is tette, ezt úgy 10 000 év alatt, mert vehetünk 10 000 évet a civilizációnak, az emberi civilizációnak. Tehát a tágabb értelmezésben 10 000 év, a szűkebb értelmezésben pedig körülbelül 400 éve fedezzük fel az univerzumot. Ma már egész korszerű eszközökkel, modern nagy távcsövekkel, számítógépes modellekkel, és persze mesterséges intelligenciával mindez majd szóba kerül. Tehát a naprendszerből, azon belül is a Földről indulunk ki, és egészen messzire jutunk majd a világegyetem széléig, és még azon is túl. A mai előadás közössége gyermekek lesznek. Mennyire bonyolult egyébként ez a téma? Esetleg ki kell hagyni olyan szakszavakat, amelyeket a gyermekek nem értenek meg?
Nagyon bonyolult a téma. Én is évek óta értelmezem, magamat is szigorúan az amatőrök közé sorolom. Én most azt fogom elmesélni, ahol én tartok ebben a témában. Lesznek szakszavak, lesznek szakkifejezések. Én is direkt lassan szoktam ezeket mondani, saját magamnak is értelmezem újra és újra, hiszen nem csak a hétköznapi fizikát kell ide venni, hanem a kvantumfizikát is. Az pedig egy teljesen más fogalmi rendszer, mint amit eddig megszoktunk. Ott még az idő iránya sem számít, tehát múlt, jelen és jövő között nincs is különbség. Nagyon meg kell majd világítani a fogalmakat. Én úgy tapasztaltam, hogy bármekkora közönség, és ebben még az óvodásokat is bele kell érteni, nagyon szépen fogékony ezekre az ismeretekre, és nagyon egyszerűen hasonlatokkal le lehet majd fordítani, főleg az előadás végét majd, ahol már kilépünk a mi univerzumunkból, de persze az alapok, tehát itt a Földön, a naprendszerben, ez közérthetően látványosan és sok-sok képpel majd, ez abszolút érthető lesz. Ön tulajdonképpen a tudását azt könyvekből és előadásokból szerezte? Igen, könyvekből, előadásokból, hiszen én a csillagászatnak ezt az asztrofizikai ágát művelem, nem pedig az észlelő csillagászatot. Van szónokon egy nagyon jó szakkörünk, egy nagyon jó csillagvizsgálunk az állomási toronyház tetején, sok-sok távcsövünk van, nagyon jó műszereink és egy nagyon jó észlelő csapat. Emellett az észlelő csapat mellett működik egy másik kör, a Kopernikusz kör. Én úgy szoktam mondani, hogy mi agyalunk az univerzumról, tehát a filozófiai, asztrofizikai, kozmológiai részét vesszük alapul. Ennek a csúcsa a párhuzamos univerzumok. Persze szigorúan megtartjuk a józan ítélő képességünket, nem rugaszkodunk el a sci-fi világába, bár ötleteket merítünk onnan is, de a könyveket nagyon szeretjük, hiszen most is ugye egy könyvtárban vagyunk. Könyveket, internetet célirányosan, nagyon sok adat és kutatási terület van az interneten, meg lehet találni, közzéteszik őket, ezekben bogarászunk, és összegezzük, tehát az összefüggésekre világítunk rá. Azért szeretek egy-egy ilyen előadásra eljönni, mert az összefüggéseket szeretem megmutatni, és szeretem a csillogó szemeket, amikor látom, hogy rádöbbennek ők is, hogy minden mindennel összefügg. Hogyan jött az ötlet, hogy ön is ilyen ismeretterjesztő előadásokat tartson? Ez nem is ötlet volt, ebbe belecsöppentem. Ebbe belecsöppentem, ez nagyon régen történt, amikor tényleg felmerült a szükséglet, hogy az ismeretterjesztés kilépjen abból az elefántcsontoronyból, a TITEC-ből, tehát a TITA Tudományos Ismeretterjesztő Társaság. Ott voltak csillagászati előadások. Kiléptünk a TIT-ből, mármint fizikailag, úgyhogy nem az ottani előadótermekben, hanem elmentünk iskolákba, közösségekhez, és ott tartjuk az előadásokat, visszük magunkkal a bemutatáshoz szükséges eszközöket, akár még a távcsöveket is, amelyek beférnek egy autóba, és ott tartunk előadásokat, távcsöves bemutatókat, felmerült az igény, és hát erre nem azt mondom, hogy azonnal vállalkoztam, illetve azonnal könnyű szívvel, hát ebbe bele kell jönni, és nagy közönség, mint ami most is várható majd, ez persze egy kis izgalommal tölt el. Jobban szeretjük a szűkebb csapatokat, hogy olyan baráti beszélgetés alakulhasson ki, de persze nem ijedünk meg a nagyobb közönségektől sem. A beszélgetésünk elején említette, hogy a mai napi előadás témáját ön választotta szabadon. Milyen témakörökben szokott még előadást tartani? Gyakorlatilag a műszerek kivételével a csillagászat összes ágát, tehát kezdve a hold kutatás, a napkutatásról, a bolygórendszerek, a kisbolygók, üstökösök, meteorok, ezeket mind át szoktuk tekinteni. Én is nem azt mondom, hogy szakavatott előadója vagyok, de vannak róla ismereteim, és ezeket szeretem átadni. Amire nem vállalkozom ma már, az a csillagászat műszerei. Annyira nagy fejlődésen mentek keresztül, főleg az asztrofotózás. Egyébként most is van egy nagyon jó asztrofotós kiállítás Budapesten. Tehát az asztrofotózás az egy külön olyan terület, amihez nagyon-nagyon érteni kell, nagyon el kell merülni benne, és ez az, amit én kiszoktam kerülni, illetve maga az űrhajózás, ez is ma már olyan fejlett technika, aminek olyan szakértői vannak, nálam sokkal szakavatottabb előadói, hogyha ilyen témát kérnek, akkor nem magamat ajánlom, hanem a szakembert, más szakembert, és akkor ő tart ezekről előadást. Említette azt is, hogy jobban szeretik a közvetlen beszélgetést. Hogyan vonják be a közönséget az előadásba?
sok-sok kérdést szoktam föltenni, egyszerűbbet, bonyolultabbat, és mindig vannak a közönség közül vállalkozó szelleműek, akik egyrészt szeretik megmutatni, hogy ők is tudnak adatokat és összefüggéseket, másrészt nagyon sokan szeretik megosztani a véleményüket, hozzászólnak, és végül tényleg az előadás végén kialakul egy ilyen majdhogy nem beszélgetés, és amikor a csapat nagy része föláll, még mindig maradnak ketten-hárman, akik még itt maradnak, és akkor elkezdünk még beszélgetni, negyed óra, 20 perc, egész messzire vezető beszélgetések vannak, de mindig beszoktam vonni a közönséget. Az előadás az körülbelül hány percig szokott tartani? Mindig figyelem a közönséget, hogy mi a tűrő képessége. Most például szigorúan az órarendhez fogok igazodni, mert hiszen iskolások jönnek, és nekik kötött az idő. Ha nincs megkötve a kezem, akkor akár 2 óra hossza is lehet, ahogy bírják, de nem szoktam túl feszíteni a hú, tehát mindig látom, hogy mennyire fészkelődnek, mennyire figyelnek, ha már nem, akkor mindig valami érdekesebb témával igyekszem lezárni az előadást, és útjára engedem őket. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd jövő héten is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!